Novák Katalin államfő és Varga Judit hibája, amiért ők vállalták a politikai felelősséget, és visszavonultak a közélettől. Azok az emberek, akik most kimennek tüntikézni, és azt mondják, hogy az áldozatok oldalán állna önkéntesként, menjenek el ezekbe a gyerek otthonokba, és foglalkozzanak velük. Nem szexualizálhatjuk a gyerekeket bizonyos életkorban, mert személyiségfejlődésükben nem tartanak ott. Az elmúlt 14 évben a legnagyobb fájdalmam az volt, hogy egyszerűen nincs egy potens ellenzékünk, ami versenyhelyzetbe kényszeríteni a jobb oldalt. Heti hírmagyarázat és világmegfejtés a Mandiner munkatársaival és meghívott vendégeinkkel. Ez a Mandiner reakció. Folyamatosan frissülő tartalmainkért kérjük, iratkozzanak fel a csatornánkra. Kezdünk! Köszöntöm a kedves nézőket és a hallgatókat, ez itt a Mandiner reakció, a Mandiner heti kibeszélő podcastja. Én Kacsó Dániel vagyok, és Szilvai Gergő kollégámmal, Demeter Szilárdot, a PIM főigazgatóját fogjuk kérdezni, illetve hát beszélgetni vele. Szervusztok! Szervusztok, üdvözlőjük a kedves nézőket! Azzal szoktam kezdeni, hogy van témánk bőven, azt hiszem, hogy ezt most négyzetre emelhetjük. És az apropót, vagy a kiinduló pontot az elmúlt időszak történéseinek megfejtéséhez egy Demeter Szilárd idézettel kezdenénk. Ugye nyilvánvalóan a Tanúság című, a Mandineren megjelent írásodról van szó, amit ajánlunk természetesen a követők figyelmébe, hogy olvassák el, továbbra is elérhető a Mandiner felületén. Úgy láttam, hogy rögtön a Telex is észrevette, úgyhogy alig, hanem minden szempontból figyelemre méltó. De nálunk olvassátok, hogy itt van az eredeti. Természetesen. És ugye hát nyilván a Tanúság az arra vonatkozik, hogy Novák Katalin államfő, illetőleg Varga Judit volt igazságügyi miniszter, távoztak a közéletből múlt hét szombaton, az úgynevezett kegyelmi ügy folyamán, illetve annak amiatt. És ugye hát komoly politikai botrány lett, ami nem biztos, hogy teljesen lecsengett már, erről is fogunk beszélni ennek folyamánképp, de akkor most tényleg a cikkből idézek. Mi a történet tanúsága, hogy most amit most megmutattak nekünk, a baliberális ellenzék hangadói, vagy a gazdáik, egy kutya, nem ellenfélként, hanem kivégzendő ellenségként tekintenek a nemzeti oldalra. Még érthetőbbre lefordítva az üzenetüket, Magyarország akkor lesz jogállam és az Európai Unió teljes jogú tagja, ha az utolsó nemzeti érzelmű, hazaszerető magyar is ott töri a követ a recski bányában. És erre van egy válaszod, ami nem tűr nyomda festéket, de most beszélgetünk. Van még egy fontosabb idézet, tehát ez a kettő együtt él. Én azt próbáltam meg ebben a véleménycikkben valahogy körbejárni, hogy van két ügy van. Tehát van a Novák Katalin államfő és Varga Judit hibája, amiért ők vállalták a politikai felelősséget és visszavonultak a közélettől. Tehát, hogy ez a, nem tudom, az úri szalonokban vagy a politikai játékszabályai szerint ez így nagyjából az ügy rendezésre került. Vannak még kérdések, amiről majd beszélhetünk, de hogy a politikai logika alapján ez volt a helyes döntés. És ugye az ellenzék a gyermekvédelem apropóján vagy ürügyén ugrat rá erre a történetre, ami rezonál a teljes magyar társadalomban. Tehát a gyermekvédelem most mutatja meg magát igazán, a gyermekvédelem mindannyiunk számára fontos, hogy gyakorló apaként nekem is az, lennének megoldásaim, de nem a nyugati civilizációs kód szerint van, úgyhogy inkább nem mondanám. És én azt írtam ebbe a véleménycikkben, hogy most a gyermekvédelmet felhasználni politikai haszonszerzésre az olyan, mint amikor egy Hamász terrorista egy palesztin iskola pincéjéből rakétázza Izraelt. Ő is azt mondja, hogy a gyermekek érdekében háborúzik, de ettől még a gyerekeket élő pasként használja, tehát eszközként és nem célként tekint rájuk. És azt szerettem volna elérni ezzel a elég erős képpel, hogy próbáljuk meg a gyermekvédelmet nem feláldozni a politikai haszonszerzés oltárát. Tehát az ellenzék mozgása az rendben van, de valahogy ezt a gyermekvédelmi ügyet válasszuk le az aktuál politikai haszonszerzésről. Mert sokkal fontosabb ügy, mint az, hogy most Gyurcsány Ferenc hány szavazóval szerez többet, vagy a nem létező pártok milyen tömegbázist tudnak most éppen összeszervezni, vagy mennyire tudják elodáltatni a Fideszt. Az az aktuál politika mocsara. A gyermekvédelem az a jövőről szól, gyermekeinkről szól, nemzetjövőjéről szól. Tehát próbáljuk meg ezt a kettőt külön választani. Én úgy látom, hogy nem sikerült. Amit te mondasz, ezért fontos. Mert azért nem sikerült, mert nem a politikai logika mentén mennek tovább, hanem gyakorlatilag a bolsevik
logika mentén, tehát hogy ki kell nyírni a politikai ellenfelet. Tehát az a politikai megoldás, hogy megsemmisítjük a másikat. Épp ők szokták ezt ráolvasni a polgári oldalra. Sőt, ugye ők szokták gyanúsítani a kormányt azzal, hogy politikai ügyet csinál a gyermekvédelemből. Most akkor ők csinálnak politikai ügyet a gyermekvédelemből, függetlenül attól, hogy a kormány... Politika többféle van. Van pártpolitika, meg van nemzetpolitika. Mondjuk a gyermekvédelem az a konszenzuálisan nemzetpolitikai ügy, látszik a tömegek felháborodásán. Stratégiai téma, igen. És egyébként meg az hogy ugye a kormány oldalban vagy a jobb oldalban kivégzendő ellenfelet látnak, az is eddig is megnyilatkozott. Vecán Zoltán kollégánknak is volt egy érdekes publikum, amiben levezette a mostani baloldali magszavazó lelkivilágát, vagy a baloldali politikusok lelkivilágát, miszerint mondjon a miniszternek, mondjon le mindenki, de utána legyen vagyonátkozás, utána dögöljön meg valami ilyesmi volt. Tehát semmi sem elég, amíg el nem tűnünk a földszínéről, mint ahogy az 50-es években a kommunisták elképzelték, majd elkezdték megvalósítani, addig igazából nincsen megfelelő felelősségre vonás ő szerintük, és ugye ugyanennek voltak a korábbi előzményei ennek a szemléletnek azok, amelyek szerint nem csak kormányváltásra, hanem úgymond rendszerváltásra, rendszerleváltásra van szükség, és illegális alkotmányozásra, vagy az esetleges baloldali sima többséges nyerés esetén egy választáson a kétszeres alkotmányt egyszerűen, nem tudom, le kell cserélni úgy magától, mert a mostani az úgy eszméleg érvénytelen, vagy nem tudom. És ez a Flex Zoltán és társai justizmord elképzelése, tehát az egész az így működnek. De ezt látjuk most éppen Lengyelországban, tehát hogy a jogállamiságra oly érzékeny európai elit most minden jogállamiságot zárójelbe tesz, hogyha az övéik nem jogszerűen cselekednek, mondjuk egy 40 milliós európai uniós tagállam esetében, tehát hogy akkor nem baj, hogyha nincs jogállam, ha éppen az övéik csinálnak valami olyasmit, ami egyébként nem tartozik bele az úri kaszinó játékszabály közé. Ez az egyik. A másik az a rettenetes logikájuk, nem tudom, logikája vagy nem logikája, inkább indulat, mint sem logika. Tehát, ez a frontális támadás. És hogy mindent, tehát az utolsó kis, nem tudom, tapadékot, morzsát, információt, vagy nagyon tág asszociációt is úgy tálalnak a különböző megközelítésekben, véleménycikkekben, meg nagy oknyomozó riportokban, mintha mindenki pedofil lenne a jobb oldalon. Tehát, hogy próbálják ezt az egészet összesározni, összemocskolni, miközben mondom, csak a puszta hatalomszerzés logikája működteti őket. És azért a gyermekvédelem ennél jóval többet érdemel. Tehát, hogy itt beszélünk ugye a pedofil igazgatóról, a pedofiliát eltussolni igyekvő, vagy állítólagosan igyekvő igazgatóhelyettesről, de nem beszélünk a Bicske gyerek otthonról. Nem beszélünk arra, milyen körülmények között élnek ezek a gyermek otthonban ezek a gyerekek. Az új jobb oldalról igazolt üdvöskék Magyar Péter beszél a borsodi falvakból. Mi nem beszélünk arról, hogy hogyan élnek, és ez nem roma kérdés, vagy nem roma kérdés, a mély szegénységben élő gyerekek. A máltaiak cselekednek. Erről se beszélünk, hogy mit csinál a máltai szeretetszolgálat rengeteg állami segítséggel, 300 olyan hátrányos helyzeti településen, ahova például könyvkiadók mesélik nekem, hogy visznek ki könyvet ajándékba egy feltétellel, hogy a gyerek nem viheti haza az iskolából az ő saját mesekönyvét, mert otthon eltüzelik. Tehát nem beszélünk olyan problémákról, ami mélyen van ennek az egész történetről. Tehát, hogy valahogy mellé megy megint a téma. Ezzel maximálisan egyetértek. Ez a program, amit most említettél, ez valóban hosszú évek óta zajlik, felzárkózó települések a neve, és az a lényege, és a máltai szeretett szolgált nyilván adja hozzá a szakmai és morális kreditet is, és rengeteg munkát. És Vecsei Miklós személyében egy, azt hiszem most kormánybiztos beosztásban egy igazán hiteles és tapasztalt vezetőt is, aki koordinálja ezt a tevékenységet, a GONOSZ belügyminisztérium égisze alatt.
És az a koncepciója az egész történetnek, ha kicsit beszéljünk róla, vagy legalábbis mindenképp szóba, már szóba hoztad, én rátennék egy lapáttal. Hogy Fidesz függő vazalus választókat hozzon létre, mert a Fidesz emelte fel őket. Köszönjük, Új Péter, de valójában arról van szó, hogy miközben... Nem, az a Mérce volt, és Gulyás Márton korábban ők beszéltek ilyenek. Hogy lőhettem ennyire mellé? Szóval arról van szó, hogy ez a probléma, hogy egy komplex kérdéskör. Nem elég iskolát építeni, nem elég óvodát fejleszteni, nem elég telepet felszámolni, nem elég rendbe tenni a közterületet, nem elég kulturális fejlesztést csinálni, nem elég munkahelyet teremteni, hanem ezeknek mind egyszerre kell érvényesülni egy olyan településen, ahol mindegyik szempontból hiány szenved az adott közösség. És hogyha ezt nem egységben kezeljük, akkor hiába megy oda uniós forrásból, vagy egyéb közforrásból bármiféle fejlesztés, az el fog halni néhány éven belül, hiszen önmagában ezek közül egyik sem áll meg. És ez a program, ez úttörő ebből a szempontból, ilyen nem volt az elmúlt 30 évben Magyarországon, hogy ezeket egységben kezeljük, és lépésről lépésre haladva lassú folyamatként, hiszen ezt nem lehet gyorsan csinálni, érjünk el eredményeket. És egyébként legutóbb a G7 nevű portálon olvastam egy egészen átfogó cikket, ami nem, hogy mondjam, nem a magyar kormánynak fújja a passzát, általában kritikus szakcikkeket írnak, hogy a szegénység visszaszorításában az elmúlt 10 évben milyen érzékeltő, statisztikailag kimutatható eredményeket hozott a kormányzás, és hogy ez az egyik bázis annak, hogy miért Fidesznek hívják még mindig a kormánypártot, mert ez nem az a politika, amiről mi itt beszélünk, hanem az, ami a hétköznapokban a vidéken érvényesül, és hatást vált ki. És hát, hogy mondjam, ez biztos rossz hír mondjuk V.V. Zsoltinak és a többieknek, hiszen mondjuk finoman szóval is felszínesen közelítenek ezekhez a kérdésekhez, és olyan mondatokat képesek mondani, vagy a Momentumosok, hogy az egész kormány pedofil, és nem foglalkozik a gyerekekkel. Hát így se ők nem fognak választást nyerni, se a problémáról nem tudnak érdemben beszélni. Befejeztem a monológomat. Én Lecsei Miklóssal elég sokat beszélgetek erről, meg készülünk ilyen turnéra, tehát ő szeretné ezt megmutatni, mint alapítványi kuratórium elnöknek, mert ez jelentős részben azért kulturális kérdés is, tehát ennek a kultúráját is alakítani kell, és hogy hangoljuk össze az eszközrendszerünket, hogy mit lehet ezzel még kezdeni. De hogy itt azért csak egy nagyon egyszerű történetet tudok elmesélni. Vannak olyan családok, ahol a gyerek azért jár iskolába, mert ott kap meleg ételt. Sehol máshol nem kap meleg ételt. Tehát ez az állapot, ahova Magyar Péter küldene bennünket, hogy nézzük meg, látjuk. Tehát hogy ez egy, ahogy te mondod, komplex stratégiát. Ahol nem vagyok biztos, hogy ő valóban látta ezeket az életszituációkat, vagy csak olvasta a tanácsot. Iaktos fotóval, igen. De bocs, tér a szó. Tehát, hogy ez egy olyan történet, amiben minden társadalmi elégségnek részt kell vennie. Tehát, hogy nem tudja megoldani csak a civil oldal, nem tudja megoldani csak a kormányzati oldal, nem tudja megoldani csak az egyházi oldal, hanem ez egy komplex tehát egy széleskörű társadalmi összefogásra van szükség. És hát bizony, hogyha visszatérünk az állami gondozott gyerekek, vagy gyermekotthonban lévő árvák, félárvák, vagy nehéz körülmények között élő családok, úgymond többlet gyerekei kérdésére. Én azért azt úgy mondjuk elvárnám egy ilyen nemes felháborodás következményeként, hogy azok az emberek, akik most kimennek tüntikézni, és azt mondják, hogy az áldozatok oldalán állnak, és Pottyondi Erina hívószavára most nekiállnak a hősök terén, nem tudom mit, milyen jelszavakat skandálni, hogy akkor utána önkéntesként menjenek el ezekbe a gyerek otthonokba, és foglalkozzanak velük. Mert ezeknek az embereknek a jelentős része egyrészt szeretethiányos, másrészt és soha nem volt olyan szociális közegben, ahol az ő viselkedés kultúrája mondjuk úgy módosult volna, ami a társadalom számára kívánatos. Tehát, hogy ez, érted, be kell hívni, vendégül kell látni, hétvégéként el kell hívni magaddal, nem veszel egy újabb iPhone-t, hanem abból a pénzből esetleg segíted az ő tanulását, ösztönde, tehát hogy mi is tudunk tenni annak érdekében, hogy ezek ne forduljanak elő. Egyébként, ha már statisztikák, van az a Eurostat statisztika még talán a Covid előttől, de érdemben nem változott a helyzet, ami kimutatta szemben a magyar baloldal nyíló-olló narratívájával, hogy 1,6 millióról 800 ezerre csökkent Magyarországon ugye a súlyos anyagi deprivációnak kitettek száma, ami még így is óriási. Igen, tehát a mélyszények száma így is óriási, de megfeleződött az Orbán kormány első 10 évében, annak az Orbán kormánynak az első 10 évében, amelyik állítólag növeli a társadalmi ollót, és nem nyúl utána a leszakadó rétegeknek, meg mit tudom én, bebetonozza a szegényeket, és nem segíti a mobilitást, és
és egyéb baromságok, ami nem esetleg, hogy nem igaz. És mi segíti ezt a mobilitást jelentős részben például szemben az emberi jogi narratívával, az, hogy olyan gazdasági pörgés volt, van, hogy kénytelenek a cégek mindenkit felszívni, szakmanélküli cigányoknak is, és mélyszegénységben élő más embereknek is ajánlanak tanfolyamot, meg nem tudom, ugye kiképzik a gyárban, hogy miket csinálni, és igen, stb. És ez egy gyakorlatibb megoldása nekem ennek a dolognak. Előregedő zsákfaluban egy kádárkockánk, tehát nekünk van egy kádárkockánk, egy ilyen májokházunk, és egy kis telek, ott szoktam én kertészkedni a gyümölcsfákat. És traktorról bejelentkezni. És ebben az előregedő zsákfaluban mondja a falu vezetője, hogy amikor elindult a közmunkaprogram, akkor volt 64 darab közmunkásuk, és most az idén, tehát a tavaly már nem volt egy se, tehát hogy egyszerűen nem volt közmunkás, mert mindent felszívott a munkaerőpiac a közeli városokban. És ott vannak ilyen rendes becsületes cigány emberek, akikkel én szoktam hétvégén olyankor dolgozni, amikor olyan munka van, amit egyedül nem tudok megcsinálni, fizikai képtelen, és még a traktorral se tudom megoldani. Tehát néha igénybe veszem a segítségüket. Valami elképesztő, tehát hogy a jó munkamorálban dolgoznak. Tehát oda jönnek, megvan a cigiszünet, tehát megvannak azok a 45-50 perc után a cigiszünet, amikor megállunk és cigizünk, beszélgetünk. A munkatörvénykönyve szerint. Nem tudom, hogy melyik munkatörvénykönyve engedi ezt meg, de hogy végig dolgozunk, végig beszélgetjük az egészet, azonos a szemmagasság, és jól érezzük magunkat. Tehát egész egyszerűen azt érzem, hogy ő is jól érzi magát, mert hogy becsületes munkával keres pénzt, én is jól érzem magamat, mert nem kihasználom őket, hanem kvázi munkásként alkalmazom egy időszakos munkára, és utána meg tisztelettel köszönünk egymásnak a falu utcáján, vagy azon ritka alkalom, akkor, amikor a faluban van valami kulturális esemény, és találkozunk, a kezet fogunk, és bemutatjuk egymásnak a családainkat. Tehát ez működik. Uh-huh. Azért én azt gondolom, hogy kicsit lezárva, és kicsit visszatérve majd a politika gonoszabb vizeire, azt mondhatjuk, hogy van még bőven teendő ezen a téren, és én azt gondolom, hogy amit kritikaként mondjuk kormányzati irányában meg tudnék fogalmazni, és itt egyébként Navracsis Tibor talán beszélt is erről területfejlesztésért felelős miniszterként itt is, és másutt is, azok a régiós eltérések, amik valóban egyre súlyosabbak, miközben Nyugat-Magyarország szinte már az európai átlag szintjén, vagy még a fölött teljesít, és olyan életkörülményeket biztosít az ott élőknek, az ottani települések olyan életkörülményeket biztosítanak, meg a gazdaság környezet, ami már felér egy európai átlagon felüli élettel. Vannak olyan részei Magyarországnak, ahol viszont mélyen alatta vagyunk ennek a szintnek, és valahogy ezt az egyensúlyt kéne, ebbe az irányba kéne vinni a fejlesztéspolitikát. Nyilván itt a sok minisztériumnak van dolga, de ezt majd megoldják ők, és nem mi, de ha valami kritika bennem megfogalmazódik, az általában ebbe az irányba mutat. Térjünk vissza Novák Katalinék ügyéhez. Sérült-e a jobboldali tábor morálisan ebben az ügyben? Mert azért egy hétig azt gondolom, hogy nem csak én, mindenki meg volt ütve, hogy most mi történt. Nem a jobboldal moralitását látom sérültnek, hanem a jobboldal kohéziója kopott. Tehát, hogy azzal, hogy egy hétig volt ez a húzavona, nem tudtuk, hogy pontosan mi történt, mai napig nincs magyarázat, hogy miért kapott kegyelmet ez a bizonyos igazgató helyettes. Lehet, hogy létezik rá elfogadható magyarázat, nem tudom. És ez a nem tudom az, ami engem zavar. Tehát, hogy, és nem csak engem, hanem elég sok jobboldali ismerősömmel beszélek, mert hát ez téma, bárhova megyünk, és hogy mindenkit ez zavar, nem tudjuk, hogy miért. Tehát, hogy azt elfogadjuk, hogy Novák Katalin egy nagyon jó köztársasági elnök volt, hibázott, ezt is mindenki elismeri, és az, hogy vállalta a felelősséget ezzel, Novák Katalin erkölcsi integritása helyére került, hiszen meghozta a legnehezebb döntést, amit egy politikus meghozhat, hogy véget vett a politikai pályájának. Igen, vállalta magasról a felelősséget, és igen magasról lépett tőle. De még mindig ez a kis ördög azért ott bujkál a jobb oldalba, ez a miért. És ezt érzi a bal oldal, erre repülnek rá folyamatosan ez a kérdés, hogy még mindig nincs válasz. Most Balogh Zoltán püspök urat is ezzel kezdik el, hogy miért tanácsolta a kegyelmet.
Tehát, hogy ez a miértekre való válaszkeresés, ez még a rést nyitva tartja, ez olyan, mint egy seb nem zárul be, és akkor lehet benne vájkálni, meg is teszik kélyes élvezettel az ellen oldalról. Uh-huh. Figyelj, a köztársasági elnök az ország első embere hirtelen lemond egy olyan ügyben, ami első ránézésre nem látszott a súlya, talán, nem tudom, vagy hát, így kapásból, aztán kiderült, vagy látszott, nem tudom. Én azért súlyosnak éreztem az első pillanattól. Az más kérdés, hogy mekkora politikai bomba nőtt belőle. Utána mondta az igazság, volt igazságügyminiszter, aki EPRIST vezető, két prominens, ráadásul női politikus. Tehát nyilván, ráadásul mind a ketten fontos pozícióban voltak, fontos stratégiai dolgon vettek részt, nyilván tájékozottak voltak, és nem hiába voltak ott, ahol, tehát a szerepük fontos volt. De ez politikai veszteség, amire Dani kép, politikai ez az veszteség, erkölcsi. Igen. Uh-huh. Tehát, igen, én arra gondoltam. Hogy megingott-e a jobb oldal hite abban, hogy ennek a kormánynak a gyermekvédelem szent ügy, és az az első, azt nem hiszem. Ezt én sem. Akkor abba való hite de, az ott politikai... De az ilyen... Tehát az ilyen fekete foltok, amiről valamire nem tudjuk, hogy micsoda, az általában nem szokott jól... Hát ezek fekésítni szoktak. Ne üzenjük innen a református egyháznak, mert az más korokban volt divat, hogy a politika vagy a közélet szereplői megmondták, adott esetben fegyvereket a püspökök fejéhez tartva, hogy mit csináljanak, de most nagyon kezd egy olyan hangulat is lenni, említetted Balogh Zoltánt, aki a saját szájával vallotta be, hogy igen aktív részese volt ennek a kegyelmi döntésnek, sőt, ha jól értettem a mondandóját, talán még, hogy mondjam, talán a döntést is, mintha ő hozta volna meg, miközben nyilván jogilag is minden szempontból, a felelősség szempontjából az állam főírta alá, illetve utána Varga Judit jegyezte ellen, és így lett belőle döntés, de nagyon ott volt a döntés meghozatalának a középpontjában, és hogy neki is adott esetben vállalnia kéne valami hasonló felelősséget. Csak hát az ő pozíciója az nagyon más, mint egy politikusé. Még ha az is volt sokáig, de most már egy államtól független egyháznak, az egyik legnagyobb magyar egyháznak a kvázi vezetője. Ez tényleg a református egyház ügye, tehát hagyjuk a reformátusokra ennek az eldöntését. Azt látom, hogy ott döntögetik kis jobbra-balra. Tehát ezt majd kiforja magát, és meghozzák a saját belső egyházi szabályaik szerint a megfelelő formon, a megfelelő döntéseket. Itt igazából megint az van, amit idéztem az általad emlegetett véleménycikk elején, az a Dávila bomó vagy aforizma, hogy nem az a keresztény társadalom, ahol sok a szent, hanem ahol sok a bűnbánó. Tehát eddig kell tudni eljutni. Ehhez a felismeréshez kell tudni eljutni. Jó, térjünk vissza akkor azokra, akik sót szórnak a sebbe, és a gyermekvédelemről beszélnek. Nagyjából, ha minden a terveink szerint halad, és ezúttal is 5 órakor pénteken jelenik meg a Reakció Podcast, akkor rá egy órára már tele van a Hősök tere. Lehet, hogy Azaria is énekel, bár most Dopman Pityinge Lászlótól azt hallottuk, hogy ő valójában csak külső videót fog küldeni, és úgy fejezi ki szolidaritását, támogatását. Ugye a Curtis nevű rapsztár végül felkerült arra listára, akik támogatják a rendezvényt, de leíratta magát róla, mondván ő sosem járult hozzá, hogy felhasználják a nevét, de azért Pottyondi Edina, aki már neve elhangzott, VV Zsolti alias Osváth Zsolt, youtuber, aztán a Fókusz csoport, nem tudom, bárkinek ezek a nevek mondanak-e valamit. Én azt gondolom, hogy azért nézve a YouTube-ot, sok százer emberhez eljutó figurákról és véleményvezérekről van szó. És aztán Gálvölgyi Jánostól kezdve egészen sokáig Krúbin át, igen illusztris népsor jött össze, ők így együtt követelnek több figyelmet a magyar gyerekeknek, és hát azért Osváth Zsolti egyik, mondjuk úgy, beharangozó videójából megtudtuk, hogy azért ő annak se lenne ellenére, hogyha elhalálozna 4-5 éven belül a Magyarország miniszterelnöke, és megoldódna az a probléma, amit ő mellékkívánalomként. Aha. Ez a jelenség, ez micsoda? Ez az új ellenzéki politika, ez a politika civil ügynek hazudott politizálás, vagy egy őszinte érzés, ezt se zárom ki néhány résztvevő részéről, hogy rá kell irányítani a gyermekvédelemre a figyelmet, nem politikai, hanem morális megfontolásból. Szerintem erőködésről van szó, röviden. Hát most én ezeket a szereplőket, mivel nem nagyon vagyok részese semmifajta közösségi médiának, meg nem, ugye 2021-ben levonultam az összes ilyen felületről, szellemi vagy lelki önvédelemből,
csak a politika szűrőjén keresztül ismerem, tehát V.V. Zsoltitól Pottyandi Edináig, akkor találkoztam, amikor politika közelbe kerültek, mint elfüggetlen, vagy nem is annyira elfüggetlen civilek, tehát hogy van politikai bekötésük, jellemzően az ellenzéki oldalhoz van bekötésük. Tehát, hogy annyira függetlenek, mint én, mondjuk. Én büszkén vállalom, hogy nem vagyok független, ők meg inkább azt hazudják, hogy függetlenek. Ők azt mondják, hogy nem pártokhoz vagy párthoz, hanem ügyekhez és mondjuk úgy kormányellenes attitűzhöz vannak bekötve. Nem csak, hogy ezzel amiket ők mondanak... baloldali gondolatvilághoz, igen. Amiket ők mondanak meg, amerre megy ez az egész diskurzus azon az oldalon, a balliberális oldalon vagy baloldalon. Az engem elég kísértetésen emlékeztet a 68-as diáklázadások és az utána következő mozgalmakra. És ez azért veszélyes, mert egyszer már ezt megcsinálták. Akkor ugye a szexuális prüdéria felszámolása, a szexuális kultúra megváltoztatása volt többek között a 68-asoknak a célja, és ez csapott át gyakorlatilag a pedofília relativizálásába, meg a pedofília valami fajta ilyen kimosdatásába, és ennek egyébként tudományos következménye is lett, erről Gergő biztos többet tud mondani, hogy a pedofil az nem bűnöző, hanem beteg, és ezt a betegségként való a pozicionálását végzik azóta is lelkiismeretesen és következetes munkával. Révész Sándor ezt írja meg, tehát igen, hogy áldozatok, betegek, foglalkozni kell velük, stb. Tehát a felháborító cikkében. És akkor volt ez a Vörös Dani. Melynek címe a pedofilis ember volt, igen, és még a Népszabadságban, még talán még Népszabadságban. 10 évvel ezelőtt, és utána még a HVG-ben, 5 évvel ezelőtt, HVG.hu még egyszer ráduplázva. Aztán Kőszeg Ferenc pedig a Partizánban rátett még néhány lapát. Mert hogy ez ugyanaz a szellemi áramlat. Tehát ugyanaz a közeg. Ezek ugyanazok. Tehát igen, és azért veszélyes az egész történet, mert ugye már akkor elhangzik. Tehát a 70-es évek végén van egy nagy botrány Franciaországban, amikor három pedofil büntetését csökkentendő, a francia értelmiség baloldali krémje kiáll és petícióban követelte, hogy a szexuális együttlét korhatárát szállítsák le 15 évről, nem tudom, 12 vagy 10-re, vagy valami teljesen abszurd történetre. És elkezdődik a gyermekek szexualizálása, a gyerekek szexualizálásának a mozdatása, tehát hogy most azt mondják, hogy oké, bocsi, kicsit túltoltuk a bringát, de Vörös Dani, Daniel Cohn-Bendit ugyanebben az időszakban lesz egy reform óvodába, óvó bácsi, és az történik, amit ő a maga undorító és gusztustalan módján még napvilágra is tesz. Ez a Vörös Dani az, aki 2011-ben azt hiszem, hogy itt az LMP kampány főszónokaként itt mindenkivel összeborult, és mindenkivel közösen támadta Magyarországot. Úgyhogy tudták egyébként. Tehát, hogy ez a 2001 környékén Franciaországban Lespri újra közölte a pikáns részeket, és hatalmas botrány lett ebből az egészből. Tehát úgy álltak ezek az emberek szóba egy olyan pedofillal, aki büszke arra, hogy pedofil, hogy tudták, hogy ő pedofil, és akkor senkit nem zavart a bal oldalon. Tehát, hogy akkor nem volt ennyire történet. És hasonló logikában működik most az érzékenyítés, az LMBTQ. Nem azt mondom, hogy ugyanaz, csak hasonló a logikája. Hogy azt mondják, hogy ki kell nyitni. Ugye érzékenyíteni kell az egész másságra, meg nem tudom mire, aminek a vége az, hogy szőrös lábú, kitüremkedő, herezacskói, tangás férfiak mennek be drag queenként a gyerekeink közé. Tehát azt én apaként egyszerűen elfogadhatatlannak tartom. Tehát nem szexualizálhatjuk a gyerekeket bizonyos életkorban, mert személyiségfejlődésükben nem tartanak ott. És én ezt leírtam, elmondtam, hogy a gyerekeket nem kell érzékenyíteni a másságra, mert ami számunkra másság, az számukra természetes. Tehát, hogy ha lát kézenfogva két férfit vagy két nőt, az csak azután kezd el buzizni, ha mi azt mondjuk, hogy ezek buzik, mert ő egyébként két egymást szerető embert lát, és ez számára természetes. Nem kell őt érzékenyíteni. Minket kell érzékenyíteni. És akkor itt jön be az a törésvonal, amit én szeretnék, ha nagyon erősen tudnánk érvényesíteni Magyarországon, hogy bizonyos kor alatt semmiféle LMBTQ propagandát nem szabad beengedni a gyermekek körébe, és nem hogy az iskolába, hanem a kulturális termékkínálatba sem. Bizonyos kor fölött, amikor már személyiségfejlődésébe odaér, akkor a szexuális felvilágosítás részeként lehet erről beszélni, aztán, hogy 18 év fölött ki mit csinál, ha a másik beleegyezik, az meg magánügy. Ő rá tartozik. Ilyen egyszerű. Éles falakat látok itt a V.V. Zsolti és Demeter Szilárd között, de azt hiszem, hogy ez mindkét félnek jobb így, mint hogyha nem így lenne. De hát láttuk, hogy mi történik, hogyha ezeket az éles falakat lebontjuk.
Görös Dani történik, reform óvoda történik, és maszturbáló szoba megnyitása történik a berlini óvodákban. Egyébként mondok még pár példát, ha... Hát téma szakértője vagy, hogyha lehetek ilyen... Isten meccs, de... Amit nem, hát, nem azokra a képekre gondolok, amiket a Szilárd leírt itt az előbb, hanem a magára, a jelenségről. Nyilván pár könyvet azért írtál róla. Ja, szóval egyrészt tényleg van egy ilyen a pedofilizmust szexuális kisebbségként, ártatlan szexuális kisebbségként bemutató irányzat vagy mozgalom. Ez létezik egyébként a nyugati világban, és az érvelésük ugyanaz, mint az egész LMBTQ mozgalomé, hogy hát ez a pedofilia, meg egyáltalán a beleegyezési korhatár, meg a felnőtti válás korhatár az társadalmi konstrukció, ez csak egy elnyomott izét egyébként, meg beleegyezett a gyerek. Tehát az egész érvelésmód az ugyanaz a megfoghatatlan posztmodern köd, vagy nem tudom, amit úgy alakítanak, hogy nem tudsz a fogást találni. Így érvelnek, ez nem azt jelenti, hogy a kettőt egy lapot lehet emlegetni, tehát mondjuk, mit tudom én, LMBTQ mozgalom meg pedofilia egy lapon emlegethető, vagy mind teljes mértében csak azért, mert így érvelnek, de onnan vették. Másrészt voltak szervezeti összefonódások is, hiszen a magyarul fogom ezeket kimondani, hogy ILGA, a Nemzetközi Leszbikus és Meleg, nem tudom, érdekvédelmi szövetség, aminek van európai tagozata is, az a 90-es években megpróbált konzultatív státuszt szerezni az ENSZ-ben. És az ENSZ kiszúrta, hogy ennek az ILGA-nak tagja volt a ma már nem létező, magyarul kimondva NAMBLA, ami a Észak-Amerikai Férfi-Fiú Szerelem Szövetség rövidítése. Micsoda? Észak-Amerikai Férfi-Fiú Szerelem Szövetség. És ez valamit nagy hatású, ez a... legális szerveződés? Az ez volt. Hát nem tudom, hogy legális volt-e, de minden esetre, tehát hogy be voltak jelentve, mint szervezet, azt nem tudom, de hogy léteztek, mint informális társaság, akik tagja voltak ennek az ILGA-nak, és akkor az ENSZ szólt az ILGA-nak, hogy figyeljetek, amíg ez nálatok bent van, addig nem kaptok konzultatív státuszt, akkor kitették a szervezetet. Nyilván ez egy ilyen problémás szervezet volt, ma már nem is létezik, vagy legalábbis nem tudunk róla, hogy ilyen formában létezne, és akkor jóval később megkapta az ILGA konzultatív státuszt az ENSZ-ben, de ugye létezett meg, tudok olyan folyóiratokat mondani a könyvben és leírómokat, amelyekben érvelnek ilyen dolgok mellett egyébként meleg férfiak, tehát a pedofília, nem tudom, és hasonlók. Ezek lehetnek kiragadott példák, vagy nem, de hogy nem teljesen ártatlan az egész baloldal úgy, ahogy van ebben a dologban, az... Én azért nem értek egyet, te vagy a téma szakértője, tehát hogy vaskos köteteket írtál róla, de az én egyszerű józan paraszti eszem azt mondatja, hogy a gyerekek szexualizálása az a közös nevező. Tehát, hogy nem az a bajom nekem, hogy LMBTQ vagy pedofília, tehát, hogy nem vagy, hanem az, hogy egyszerűen bizonyos kor alatt ezekkel a kérdésekkel azért nem tudsz foglalkozni, mert hogy nem tartanak ott a személyiségfejlődésükbe. Ezért nem szabad, igen. Tehát, hogy ilyen egyszerű a történet, tehát, hogy bizonyos kor fölött a szexuális nevelés része lehet egy ilyen típusú felvilágosító, nem érzékenyítő. Én most a Daniel Comedy-t vonalhoz tettem hozzá pár egy ilyen... De hogy bizonyos kor alatt nem. Tehát, hogy egyszerűen nincs amit keresnie ennek a témának, és ez egy életveszélyes vörös vonal, tehát hogy ezt átlépjük, akkor annak kezdve ott tartunk, amit Révész Sándor. Tehát ebben nincs vita köztünk. Tehát, hogy igen. Hogy Révész Sándor írja azt, hogy a pedofiloknak akkor engedjük már meg, hogy legalább manga formájában fogyasszanak pedofil pornót, mert hogy akkor legalább nem követik el az igazi gyerekeken. Érted? Ez... Hát, nem is ért. Ebből a logikából Kalajta Gábor is ártatlannak minősül. Ő is csak képeket nézegetett, meg küldözgetett. Nem igazi gyerekekkel foglalkozott. Hogy tehát, hogy, így hogy gondoljuk. Nem, meg kell húzni a határokat, és mondom, apaként nálam ez egy olyan kérdés, ugye a gyerekmolesztálás az nem csak a szexuális abuzust jelenti, hanem a gyerek fizikai, lelki, szellemi épségéért, vagy felelős szülőként, és vagy felelős a köznevelés munkavállalójak, mint vagy dolgozójak, vagy pedagógusként. És ez a hármas az együtt jár, tehát nincs olyan külön fizikai, vagy külön szellemi, vagy külön lelki egészség, hanem ezek összefüggésben mozognak. Tehát minden, ami ezt az egységet bontja meg, vagy ezt veti vissza, vagy ebben fejt ki káros hatást, az ugyanúgy abúzus, mint a szexuális abúzus.
Jelenállás szerint a vörösvonal törvény formájában Magyarországon érvényben van. Kötelezettségszegési eljárás az van folyamatban vele szemben, és társult hozzá néhány uniós tagállam is, és ezen túlmenően még az Európai Parlament. Hát kíváncsi vagyok, hogy ezt meddig lehet így tartani, majd lehet, hogy lesz helyett egy másik, hogyha elkaszálják. Nekem van egy tippem, hogy egyébként az Európai Bíróság kinek ad igazat ebben tisztán jogi szempontok mentén ebben a vitában. Egy nagyon picit, még egy pár percünk van, én szeretnék egy kicsit még az ellenzékre visszamenni, mert hogy nagyon látszik rajtuk, beszéltünk itt, hogy a jobboldali tábort hogyan érinti, az influencerek mit kóvályognak a hősök terén, és mi lehet a valódi motivációjuk. De lehet-e szerintetek politikailag releváns, érzékelhető növekménye, táborbővülése az ellenzéknek emiatt az ügy miatt? Sebestyén Balázs, aki mondjuk, mondjam, nem hiszem, hogy szintén a e körben ülőknek a napi fogyasztott olyan terméknek az előállítani, amit mi napi szinten fogyasztanánk, de nagyon erősen megnyilvánult ebben az ügyben, és azt mondta, hogy takarodjanak a dilettáns ellenzéki politikusok ennek az ügynek a környékéről is. Nem látom, hogy megfogadnak Sebestyén Balázs tanácsát. Lesz ebből kormányváltás? Hadd tegyem így fel a kérdést. Görög-e addig ez a történet? Kap-e akkora svungot az ellenzék, hogy ebből az egyetlen egy ügyből végül egy nagy politikai fordulatot érjen el, vagy legalábbis egy EP választási győzelmet hozzon össze? Azt mondani, hogy szerintem az EP-s önkormányzati választásra hajtanak, hogy oda szeretnének kovácsolni ebből valamit. Nyilván szívük szerint 2026-ra is, de az eléggé messze van, és a jobb oldal még nyilván még nem múlik el azon az ügyhatása, de azért a jobb oldal elég gyorsan mondjuk így kezelte az ügyet. Politikai lényegi szempontokból. Van néhány triviális, a magától értetődő törvényszerűség, amit egyszerűen nem lehet átlépni. Az egyik az, és tényleg közhelyszerű lesz, hogy a politikát politikusok csinálják. Tehát az, hogy politikát csinálják, kormányt váltsán mondjuk, ahhoz politikusokra van szükséged, olyan politikusokra, akik, mivel demokráciában élünk, jelentős többséget tudnak maguk mögé felsorakoztatni, tehát el tudják hitetni magukról azt, hogy ők kormányzó képesek, amennyiben őket választják meg, akkor meg tudnak oldani rengeteg sok gondot, ami a hétköznapi életünket életi. Na, ez csak egy gyermekvédelem a sok közül. Tehát, hogy itt a kormányzó képesség az nekem nagyon, tehát fényévekre van az ellenzék ettől a látszattól. Tehát én az elmúlt 14 évben a legnagyobb fájdalmam az volt, hogy egyszerűen nincs egy potens ellenzékünk, ami versenyhelyzetbe kényszeríteni a jobb oldalt, tehát jobb teljesítményre sarkalna. Engem nem zavart, de nem baj. Engem zavar, mert szeretem az intellektuális kihívásokat, tehát nem szeretek unatkozni, de hogy impotens ellenzéki politikusaink vannak. Ez így van. Most ahhoz, hogy politikussá váljál, ahhoz meg el kell fogadnod a másik típusú szabályrendszert. Ugye a politika csinálás módszertanál az egyrészt hozzátartozik, hogy belülről is szövetségeket építesz, tehát nem csak kifele kell hitelesnek látszanod, hanem befele is erősnek kell lenned. Belső szövetségesi rendszer tud téged a ranglétrán felfele röpíteni. Ráadásul egy olyan szövetségesi rendszer, ez megint csak a politika természetéhez tartozik, amiről az elmúlt 14 évben mi megfeledkeztünk, mert nagyon kegyelmi állapotban vagyunk, hogy a saját szövetségeseid azok, akik először a hátadba szúrják a kést, tehát hogy előre-hátra kell figyelni ebben a játékban. Hát a jobb oldal van kegyelmi helyzetben, a bal oldal mert nem, igen, a szempontból, mert ott egyfolytában hogy gyilkolászák egymást, tehát hogy ilyen a politika természete. Most egy ártatlan, hamvas arcú civil, tételezzük fel, hogy Potyon Dedina az, nem az, de még csak nem is hamvas arcú, de mondjuk azt tételezzük fel, hogy bemegy egy ilyen erőtérbe, láttunk már erre példákat. A saját politikai hátországa darálja be. Tehát a vérprofi politikusok először elkaszkodnak, megvárják, míg hoz valami kis tömegbázist, ami felhúzza a pártjukat, vagy őket, és utána meg kinyírják. Én szerintem épeszű civil ember akármennyire szeretne tenni a közérdekébe, ezt a típusú játékot nem vállalja be. Rá fog menni. Szegény Molnár Áron Noár is erre panaszkodott egyébként egy interjúban, hogy azért szállt ki ebből a nagyon kicsit cringe aktivizmusból, amit a végül már a saját közege is nehezen viselt, mert úgy érezte, hogy nem vele vannak, hanem ellene. És akkor így hogy adja elő a civil összefogás jelszavát, hogyha ő maga az élő példája annak, hogy se vele, se vele. Egyébként itt szerintem kap egy csavart a történet, hogy
hogy akár Molnár Aron Noir, akár más ilyen nagyon civil aktivista, aki nagyon szeret politizálni és megszólalni politikai ügyekben, és nem tudom, kormányváltást akar segíteni, meg egyéb politikai céljai vannak, az miért nem lépi meg azt, hogy akkor ő beszáll a politikába politikusként? Megértem, hát, mert akkor akar. Megemeli a tétet. De hogy bocs, akkor lehetőséged van csinálni egy pártot, vagy nem tudom, valami mozgalmat, ha annyira a szívügyed, meg annyira erre teszed fel az életedet, most nem mindegy, hogy civilkedéssel foglalkozol 24-ben, vagy politizálással, azon az a... És megint menjünk. És nyilván itt van egy olyan, hogy aznak a típusú civileknek van egy ilyen hányása a politikát, hogy az túl piszkos, meg azt már nem vállalja be, bocs, akkor... Még egy ilyen triviális összefüggés azért elmutatnék. Tehát ugye a politika az a döntésekről szól, tehát pláne az, aki hatalma van, az döntéseket hoz. Olyan döntést nem tudsz hozni, ami mindenkinek jó. Tehát, hogy érdekeket nem fog hoz, így is úgy is érdekeket fogsz sérteni. És azok, akik jó emberkednek, tehát hogy az ő identitásuknak az a magja, hogy ő jó ember, ő jót cselekszik, jót tesz, hogy hoz meg olyan döntéseket, aminek a vége az, hogy valami csoport vagy valakik azt fogják mondani, hogy te rossz ember vagy. Ezzel szembe kell tudni nézni, ez egy nagyon kemény tükörgyakorlat reggelente, hogy eldöntött, hogy akkor most hogyan hozol olyan döntést, ami nem lesz mindenkinek jó, és egy csomó ember utálni fog, köpködni fog, beszólnak neked, szólnak anyádnak, hogy milyen gyereket nemzett, és így tovább. Tehát, hogy ez egy hatalmas nyomás, amit, hogy mondjam, lehet civilként kívülről piszkosnak tartani, de így működik a politika. És ez így fog működni, amíg emberek hoznak politikai döntéseket. Alig, hanem az influencerek ezért sem szívesen hoznák meg azt a döntést, amit Gergő vetett föl számukra, és egyébként a különböző NGO-knak is ilyen szempontból könnyebb a helyzetük, mert tét nélkül tudnak úgymond jó emberek maradni, hiszen ők csak azt az egy ügyet képviselik, vagy csak azt az egy dologról beszélnek, amiről úgy érzik, hogy abban ők jók tudnak lenni, és az összes többit így nem kell figyelembe venni. Szerintem van még egy kívánalmuk egyébként, amellett, hogy szeretnének így bázist építeni a kormányváltáshoz, hogy egyébként ők nem akarnak beszállni a politikába, de hogy az adott politikusok azok mindig hallgassanak ő rájuk. Ami meg... Ez egy klasszikus értelmiségi toposz. Kommunista diktatúrában is ezt próbáltak elbábozni, vagy próbálták elbábozni Rákosik, hogy az értelmiségnek van beleszólása, és ezt mégis örököltük, ezt az attitűdöt. Hát Acélnél találkozott a saját értelmiség is lepjével, és akkor úgy tett, mintha. De aztán nem az értelmiség is lep, mondta meg Kádár Jánosnak, hogy hogyan csinál politikát, sokkal inkább a szovjetek egyébként. De ha már itt tartunk, egy kép jut eszembe, aztán sajnos be kell fejeznünk a beszélgetés, lejárt a műsor időnk. Amikor Bajnai Gordon és Mesterházi Attila biciklizgettek Farkasházi Tivadar és az úgynevezett balliberális holdudvar meghívására valahol Szárszó környékén, talán pont ott, mert ugye akkor az volt a kérdés, hogy milyen konstrukcióban álljon ki Orbán Viktorral szemben 2014-ben a baloldal, és nagyon úgy tűnt, hogy az értelmiség, vagy nem tudom, minek nevezem, holdudvar nyomást gyakorol a politikai szereplőkre a baloldalon, hogy az ő kívánalmaik szerint fogjanak össze, vagy ne fogjanak össze, és nem láttam az erőt például egyik politikai szereplőben sem, hogy ellen tudjanak tartani ilyen elvárásoknak. Azt hiszem, hogy a legvadabb kommunista diktatúra, amit értelmiséggel képítettek fel, az az Albán kommunista diktatúra volt. Tehát így kipróbáltuk, milyen az, amikor az értelmiség hatalomra kerül. És hogyha mögé nézünk mondjuk a nyugat-európa történetének, akkor ez egy régi ideje, a filozófus királyok ideje, hogy a filozófus az, aki jó döntéseket tud hozni. Nem. Tehát egyszerűen nem működik. Tehát ez Platón is megszívta, szerencsétlen. És a 20. században ezt többszörösen megszívtuk. Tehát, hogy politika az nem egy értelmiségi műfaj. Ez nem azt jelenti, hogy nem kellene figyelni az értelmiségre, és meghallani a jogos kritikát, vagy gondolatokat, vagy azokat az észrevételeket, amit az értelmiség tud tenni, de döntést kell hozni, és cselekedni kell. Ezt pedig a politikus tudja megtenni. És az influencer sem politikus, bár néha lehet, hogy annak képzeli magát. Mindenesetre ehelyről is mindenkinek jó szórakozást és biztonságos békés demonstrációt kívánunk. Egyébként szerintem ez egy tök jó dolog, hogy Budapesten bárki akar
köztéri koncertet, vagy tüntetést, vagy a gyermekvédelem melletti kiállást szervezni, az egész nyugodtan és a legnagyobb biztonságban megteheti. Ez az evidencia. Ez evidencia, de ugye a kép ugye a magyar demokráciáról az, hogy ez elvileg lehetetlen, aztán mégis évről évről, hétről hétre meg tud történni. Szóval mindenki érezze jól magát, és tegyen a maga módján, amennyit csak tud a gyermekvédelemért. Köszönjük szépen a beszélgetést, köszönjük, hogy itt voltatok, a figyelmet a nézőknek, hallgatóknak, reakció lesz jövő héten is, akkor is tartsanak velünk, és kövessék a Mandinert minden lehetséges felületen. Köszönjük szépen! Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mandinert minden lehetséges fórumon.